Corey, Charles Durning, Szabó Ottó. Istentelen házasság. Seder szerepében Michael Caffrey, Rátóti Zoltán. További magyar hangok. Hegyi Barbara, Fűr Anikó, Szokolai Jokó, Kránitz Lajos, Szersény Gyula, Lózsa László, Tóth Enikő, Dallos Szilvia. Magyar szöveg Szőnyi Klára, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens Dezsőfi Rajsz Katari, vágó Kis László, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Vajda István. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készül. A pénz beszél, te hallgatsz. Óriási Schroeder-szem. Zene Michel Rubini. De a dohányt felmarkoltad, úgyhogy ne nyafog. Megvagytok? Fényképezte Shelley Johnson. Nekem semmi bajom. Törődjenek inkább a hölgyek. John Dillman könyvéből televízióra alkalmazta John McGravy. Igazán sajnálom, amit történt, uram. Rendezte Gerald Friedman. Itt van a betétlapok. Lesz szíves felírni a biztosítójának nevét és telefonszámát? Ne vigyorok, Seder, az emberek figyelnek. Jó. Tudna... De tudna adni egy tollat? Mi lesz szépségem? Láss már hozzá! Próbáljon meg lazítani egy kicsit. Lazítani? Igen. Én leszurkoltam a belépőt. Azt képzeled, azért jöttem ide, hogy a bordáimat nyomkodsz. $40 fizettem. Követelem, hogy szemét kizsök. Nyugodjék meg, uram. Mi történik? Ez a kis vadmacska nem hajlandó. Nézze, mit csinál. Nézze. Jöjjön, kedvesen, meg mi elintézzük, és megoldjuk a másik problémáját is. Van egy helyes kis vörös hajó maga számára. Veled pedig majd később számolok. A szerelésed kitűnő. Akkor hajrá. Nem akarom zavarni, de mindent hallottam. Dr. Seder a nevem. Pszichológus vagyok. Egy páciensemet kerestem, ki elég gyakran jár ide. Borzasztóan zaklatottnak látszik. Hülyén érzem magam. Nem tudtam, mivel jár ez a munka. Úgy értem, nem gondoltam, hogy elvárják tőlem. Lehet, hogy tudtam. Hazudtam magamnak. Mindannyian azt tesszük. Mi a neve? Patricia. Jaworski. Nem kaptam munkát. Kerestem 7 vagy 8 hétig, de nem találtam semmit. Először is a legjobb lesz, ha elviszem innen. De a főnököm azt mondta, hogy... Nem, az ne aggassza, majd én elintézem a hölgyel. Jöjjön. Nem lesz semmi baj. Nem is tudom. Talán arra számítottam, hogy mindenki olyan rendes, mint a családom. De kiderült, hogy... Szóval a szüleit hibáztatja. Mint mindenki, nem? De. Milyen sablonos. Biztosan torkig van az ilyesmivel. Nem. Tudja, a szülők vagy agyonkényeztetnek, vagy nem törődnek velünk. Nem. Nem hagyták, hogy tárgyilagos legyek magammal. Állandóan mondogatták nekem, hogy milyen különleges lány vagyok. Milyen okos és gyönyörű. Én nem vagyok... okos. És nincs bennem rendkívüli. Én úgy érzem, van. És azt látom, hogy nagyon szép, Patricia. Mindenki Trishnek szólít.
Az én számomra már mindig Patricia marad. És én hogy hívjam magát? Válasszon. A nevem Cassius William Seder. Cassius? A Cassiusból az egyik gonosz összeesküvő, aki meggyilkolt a Cézárt. Barátaim csak Billnek neveznek. Bill? Igen, ez illik magához. Hát, köszönöm, hogy segített. Ugyan. Mikor látom legközelebb? Tudom, hogy nem ártana a kezelés, de nem engedhetem meg magamnak. Nem tekintem a páciensemnek. Holnap délután szabad vagyok. Én szintén. 2 magáért jövök. Rendben? Rendben. Jó éjszakát. Tudja, olyan egyedül voltam. Nem volt senki, akivel bármit megbeszélhettem volna. Már nincs egyedül. Itt vagyunk én. Igen. Ez az, jól van, mosolyogjon. Megörökítettem ezt a percet. Szeretlek, ha nevetsz. Örülök. Most mondtad először, hogy szeretsz. Igen, kerülni akartam. Nem szeretek dobálózni a szavakkal. Remélem, elég értésedre adtam, mit érzek anélkül is, hogy mondanám. Igen. Helyes. Kevin! Légy szíves, hozz egy törölköző között! Ez üzlet, drágám. Nem akarok tudni róla. Elkészítem a reggelit. Boldog karácsony, kicsi lány. Az enyém. A mi? Mi a neve? Tőled függ. Miki? Miki a Mikulás bácsit. Nem tudom kivárni az esküvőt. Mit mondtál, drágám? Azt, hogy megesküszünk. Azt hitted, azért kaptad a kutyust, mert szép vagy? Lerohannak. Tudom, türelmesebbnek kéne lennem. Szóval hozzám jössz? Jaj, de édes! Patricia Jaworski, Cassius William Seder, és ön a pap, aki az egyházi szertartást tartja? Ahogy mondja, asszonyom, a nevem Samuel Corey, a Kálvária malasztja keresztény egyház papja. Miss Jaworski még soha nem volt férjnél? Nem voltam. És ön Mr. Seder, özvegyember? Igen. Rendben van, emeljék fel a jobb kezüket. Tegyenek ünnepélyes esküt arra, hogy mindazok az adatok, amelyeket a házasságkötéshez megadtak, valósak. Esküszöm.
Miért tündéri? És minden olyan csodálatos. Csak azt sajnálom, hogy te nem lehetnél itt az esküvőn. Doris néni, igazán hidd el. Nem is lehetnék boldogabb. Ide figyelj, most mennem kell. Csókollak, viszlát. Ezt megfirkáltuk mi. Minden rendben van? Igen. Doris néném szeretne megismerni vele. Én is szeretnék találkozni vele, majd egyszer, de lehetőleg nem a nászutunkon. Ha nem tudnám, két csodálatos hét áll előttünk a Grand Canyonban. Már szobát is foglaltam. Ó, elmondtam, hogy milyen gyönyörű új kocsit vettél nekem. Ígyunk. Én doktor és Mrs. Sader. Legyetek nagyon boldogok. Isten hozta önöket Phoenixben, a nap völgye. Úgy érzem, most kezdődnek igazán a mézesedek. Valami baj van? Nincs. Olyan csendes vagy. Amióta eljöttünk Texasból, alig szóltál hozzám. Hallgatni szoktam. A hivatásommal jár. Mit a haragudnál? Dühös is vagyok. A kocsi miatt vadonatúj. És már is bajok vannak vele. Én igazán nem vettem észre, hogy bármi baj is volna. Azért, mert egyáltalán nem értesz a kocsihoz. Hülye vagy hozzá. A kuplungja nem működik rendesen. És a bedöglik ott ragadhatunk a nagy semmi közepén. El kell vinnem egy szerelőhöz. Jól van. Később is kipakolhatok. Te itt maradsz, érted? Nem akarok. Nézd, engem most kikészítene, ha itt maradnék. Érted? Túlságosan sokáig voltam egyedül. Veled akarok menni. Csak az utamban lenni. A házas élet kockázatai közé tartozik, hogy az ember a másik útjába kerül. Tudod, ami a kocsival történt, sokkal kevésbé izgat, mint az, ami veled történt. Bill! Bill!
Várj egy kicsit, ezt nem gondolhatod komolyan. Annyira sajnálom, hogy megbántottalak. Bocsáss meg. Kérem, a hölgy meggondolta magát. Ez itt a magáé, a fáradtságáért. Ugye már nincs kedved elmenni, drágám. Viszem a csomagot. Gyere, szívem. Gyere csak, minden rendben. Gyere, Miki. Gyere csak. Megbocsátasz? Igen. Túl sokáig éltem egy magamban. Szükségem van rád. Arra, hogy az utamba kerülj. Kell lesz nekem. Úgy ne szeretsz. Kell lesz nekem. Te is nekem. Nagyon, igen. Ne haragudj, hogy olyan gyerekesen viselkedtem. Ígérem, nem leszek többé gyerek. Nem gyereket tartok a karomban. Mennyi madár eledelt hoztál? Már egy is fogyott. Úgy sajnálom, itt hagyni őket. Talán a télen eljönnek hozzánk délre. Nem tudok vezetni! Elütötték a feleségem! Te mindent megpróbáltál hiába. 3 méterre. 3 méterre volt onnan, ahol Hardy megfojtotta a barátnőjét, és most nem képes felismerni a piszkot. Meg volt rémülve. Számít ez már? Persze, hogy számít! Mert ki fogjuk engedni ezt a rohadékot, és újra megteszi! Mivel tudja, hogy te álltál rá az ügyre, talán másik szín helyett választ. Csak tréfálok. Mondtam, hogy várja az ügyvédje. Miért? Mert egy futás! Most mit hülyéskednek?
francba. John, a főnök megint hívott. Hm? Jó, majd visszahívom. Hallom, megint elvesztetted a fejed. Na, egy pillanat. Tudom, hogy Hardin a tettes. Te is tudod, hogy ő az. Az egész ügyosztály tisztában van vele. És akkor az a szemét egyszerűen kisétál innen, és alig várja, hogy megerőszakoljon, és megfojtson egy újabb lányt. Mi pedig csak ülünk itt. Ha ennyire a szívedre veszed, bizonyosan nem bánnád, ha levennélek az ügyről. Mindössze arról van szó, hogy elkeserít, ha ilyen szemetet visszaengedünk az utcára. Most majd kifújhatod magad. Ez könnyű ügy. Gázolás. Cserbenhagyásos gázolás. Pontosan. Meggyőződésem, hogy baleset volt. De szeretném, ha meggyőznéd erről azt a kedves hölgyet is ott az ajtó mellett, az áldozat nagynénje. Az unokahúgomat megölték, és senkit nem érdekel. A hölgy neve Doris Perlman. Mondd neki, hogy megtettük, amit lehet. Foglalkoztunk az üggyel, de a tények tények. Légy udvarias. Légy nagyon megértő. És vedd rá, hogy menjen vissza New Jersey-be. Ez minden. Nagyon szép kislány. Volt, amióta csak megszületett. Tehát a mézesedeiket töltötték itt, igaz? Seidert csak egy pár héttel az esküvőjük előtt ismerte meg. Kértem, hogy várjon, de annyira biztos volt abban, hogy megtalálta az igazit. Gyakorló, pszichológus, rengeteg pénzet és minden kívánságát leste. Teljesen elbűvölte, elbódította az az ember. Valóban tragikus. Szörnyű baleset volt. Nem, gyilkosság. Kérem, hogyha baleset volt, miért kellett Seidernek hazudoznia? Miből gondolja, hogy hazudott? Azt mondta a rendőrségnek, hogy Trish új kocsiával mentek arra a helyre, nem pedig gyalog. A kék Monte Carlon nemrég vette. Azt állította, hogy versenyt futottak a kocsihoz, mikor Trisht elütötték. De Trish felhívott aznap este. Mindössze néhány órával azelőtt, hogy megölték. Csodásan érzem magam. Csak kicsit fáradt vagyok. Tudod, az új kocsim a szerelőnél van, úgyhogy mindenhova gyalog megyünk. Bill azt mondta, valami probléma van a kuplunggal. Hallod, hogy beszélek már? Bill ezt mondta, Bill azt mondta, ahogy a papa meg az anyu szoktak. Tudom, bizalmatlan vagy Billel szemben. Ide figyelj, talán jobban megérted, miért nem tartottunk nagy esküvőt, ha elmondom, hogy Bill már nős volt egyszer. Nem, Doris néni, én tudtam, jóval azelőtt, hogy megkérte a kezem. Nagyon fiatal volt, és a feleségét meg a kisfiát elgázolta egy autó. Cserbenhagyás. A pasast sosem kapták el. Az első felesége is így halt meg? És ezt mondta nekem. Különös. Beszéltem Seidörrel a temetésen. Azt mondta, nem tudja, milyen volt a gázolókocsi, sem a vezetője. És ez jelent meg egy főnixi újságban. Olvass el, amit aláhúztam. Dr. Seider szerint a kocsi vezetője fiatal férfi volt. A bőre sötét, a szeme világos kék. Össze-vissza hazudik. Mi oka hazudni? A biztosítás. Trish elmondta nekem, hogy már az esküvőjük utáni napon életbiztosítást kötöttek.
Nézze, uram, én meg akartam szeretni azt az embert, mert Trish szerette. De ez egy szívtelen szörnyeteg. Nem is vitette haza Trish holttestét. A legegyszerűbb módon elföldeltette. Tudom, hogy ő a gyilkos. Ne nézzem félre! Nem azért repültem 2000 mérföldet, hogy maguk lerázzanak, vagy hogy Trish halála megtorlás nélkül maradjon. Csak nem hagyja, hogy a gyilkos megúszta ezt. Tisztelt asszonyom, ez nem tőlem függ. Sajnálom. Vannak gyerekei? Egy fiam és egy lányom. Akkor tudnia kell. A kislányom egyelőre még alig egy éves múlt. Fel fog nőni. Elég gyorsan. Jól van. Ígérem. Belenézek ebbe, és majd meglátom, mit találok, rendben? Szia! Szia, apu! Hiányoztál. Ecskös, hol a mami? A hálóban. A hálóban? Megnézem. Mi baj? Fáj a torka. Már megint. Nyugodj még, picike. Pástétomot csináltam, a hűtőbe raktam. Nincs kedved kijönni vele? Jobb, ha itt maradunk. Melegebb. Jó. Rossz napod volt? Emlékszel Hardinra? Tudod, az a két gyilkos. Ma szabadon kellett engednünk. Én legszívesebben agyonverném. Ha Follett nincs ott, meg is teszem. Szegény kis csillagom, hogy sír. Azon töröm a fejem. Nem kéne ott hagynom ezt a munkát. Tarkig vagyok vele. Ez már máskor is előfordult. De ennyire még sosem volt elegem. Megyek. Nincs értelme, hogy te se aludj. Igen, a rádióban hallottam a dologról, amit Chapman hadnagyra vártam. Aztán mind a ketten oda mentünk. El nem tudod képzelni, micsoda oltári felfordulás volt. Mindenki össze-vissza szaladgál, teljes zűrzavar. És ki volt az ügyeletes tiszt? Mi történik itt, Follett? Megint megerőszakoltak egy lányt. Behoztuk Hardin, de nem tudjuk itt tartani. Te rohadt szemét!
Én a helyszínelést irányítottam. Különben el sem mozdultam a sérült mellől. Russell őrmester kérdezte ki a férjet. Cédőr egy Cutlass gépkocsira mondta, hogy az övé. A rendszám nincs meg. Később is beszélt Cédőrrel a kocsiról? A helyzet az, hogy az asszony másnap délelőtt meghalt. Délután elmentünk a szállodába, hogy néhány kérdést tegyünk fel Cédőrnek. De már visszautazott Texasba. A temetés után egyáltalán nem beszélt vele? Felhívtam a texasi számát. Üzenetet hagytam, de sajnos nem hívott vissza. Tudom, hogy nem megy sokra azzal, amit mondtam. Tehát az a kocsi, amit Cédőr mutatott az őrmesternek a tett helyen. Egy Cutlass? Igen. A lány nagynénje szerint egy Monte Carlo-t vett Phoenixben. Megadom Cédőr telefonszámát, hívja fel maga. Itt a doktor nyilvántartó lapja. Emlékszik még Cédőr doktorra? Persze, hogy nem emlékeznék. Mind szörnyen oda voltunk. Hogy ilyesmi történjék valakivel a nász útján. Nagyon megviselte őt? Dr. Cédőr tudott uralkodni magán. Tudja, azért egy valami zavart. Aznap reggel, amikor a felesége kórházban volt, ő ott ült a barátjával a halban. Hírekre vártak. Várjon csak, a barátjával? Tagadt testes ember, legalább 100-110 kiló lehetett a súlya. Emlékszem, amikor megtudták, hogy Cédőrné meghalt. Én ugyanis láttam őket, de ők azt hitték, nem látja őket senki. Olyan furcsa volt az egész. Megölelték egymást, mosolyogtak, mintha valami örömhírt kaptak volna. A barátja, az a behemót itt lakott a szállóban? Nem. Látta még a doktorral? Aznap délután. Segített berakni a doktor podgyászát a kocsiba. Cédőr kocsijába? Nem. Megkérdezte, itt hagyhatja a kocsiját a parkolónkban, és majd később érte jön. Amin elmentek, fehértetős gesztenye színű kocsi volt. Na igen, de van itt valami, amit nem értek. Úgy jelentkeztek be ide, mint dr. Cassius William Cédőr és neje. A számlát azonban dr. Charles Stockwell hitelkártyájával rendezte. Azt mondta dr. Stockwell a barátja. És ez valamilyen nász ajándékféle. Dr. Charles Stockwell. San Antoniót kérem. Halló? Dr. Charles Stockwell-el szeretnék beszélni. Dr. Stockwell jelenleg nincs itthon, a felesége beszél. Majd egy üzenetet? Kérem, asszonyom, én John Dillman nyomozó vagyok, a Phoenixi rendőrség gyilkossági csoportjától. Meg tudna adni a férje munkahelyének a számát? Most néhány napig nem lesz a városban. Ha beszél vele, kérem, mondja meg neki, hogy hívjon fel. A telefonszám 602-555-8813. Egy barátjáról van szó. Rendkívül fontos. Az a Dillman megint keresett. Legalább egy tucatnyi üzenetet hagyott. Lenyomozta ezt a címet is. Gyilkossági ügyek nyomozója. Doris van e mögött. Lefektetem a sráncokat. Lesújtotta a gyász. Ezt meg kell értenünk. De miért nyomoz az ügyben a gyilkossági csoport? Ha csak nem hiszik azt, nem hisznek semmit. Nyugi. Alkalmazd egy kicsit a saját terápiádat. Na, ilyen, persze, remek, te könnyen viccelsz. Te én vagyok az, akit hívogat. Részvétlennek látszottam. Sajnálom. Biztosítatlak, Bill. Szívemen viselem a sorsodat. Nagyon is. De hát ez természetes. Nagyon szoros a kapcsolatunk. Szorosabb, mint bárki mással az életemben. Csak két ember tudja, mi történt ott az úton. Te, meg én. Ez összeköt minket. Jobban, mint bármi. Ha tartod magad ehhez, nem kell törődnöd Dillmannel, sem pedig más kíváncsiskodókkal. Hadnagy úr, beszéltem a biztosító társaság ügyintézőivel.
Sader 300 ezer dolláros biztosítás között a felesége nevére. 3 nappal az esküvő után. És benyújtotta igényét erre az összegre, ahogy az asszony meghalt. A biztosító még nem fizette ki a pénzt. A hétvégén azonban folyósítani fogják, amennyiben mi nem lépünk közbe. Azt hiszem, túlzottan átélted Mrs. Perlman fájdalmát. És ha így folytatod, nem teszel jó szolgálatot sem neki, sem nekünk. Meg vagyok győződve arról, hogy ez nem egyszerű gázolási eset. Túl sok a zavaros mozzanat. Például, miért hazudta Sader a feleségének, hogy a kocsijuk szerelőműhelyben van? Ha? És ha olyan ártatlan, miért nem hajlandó együttműködni, miért tér ki előlünk? Bűn az, ha nem szólt a feleségének, hogy elhozta a kocsit a műhelyből. Nem. Bűn az, ha valaki 300 ezer dolláros biztosítás? Nem az. Vannak tanúid, akik igazolják, hogy nem baleset történt? Nincsenek. Van bármi kézzel fogható bizonyítékod Sader ellen? Nem, még nincs. De ide figyelj, én nagyon komolyan vettem a múltkori tanácsodat. Szóval az én tanácsomat követed, akkor kerüld el, hogy az asztalodon megoldatlan ügyek aktái ebben. Még egyetlen ügyet sem rásztam le, ellenőrizheted. És a Jaworski ügy átsorolása. Csak a felülvizsgáló rendőrorvos teheti meg. Már megkértem. Ha átsorolja az ügyet, el kell mennem Texasba. A szabadidődben. Saját költségemben? Ahogy mondod. Milyen szép lány. Igen. Az volt. Tudod már, mennyi ideig leszel ott? Nem tarthat tovább néhány napnál. Minden nap fel foglak hívni. És te is felhívhatsz a San Antonio-i rendőrséget, ha szükséged van rá. Szeretlek. Annak ellenére, hogy annyi bajt okozok. Ez biztos. Biztos. Egy pillanat, várjon egy kicsit, várjon kérem! Már tényleg torkik vagyok azzal, hogy kitérnek előlem. Hány üzenetet hagytam Dr. Sadernek? 15-öt? 20-at? És maga mindig azt mondja, hogy a doktor majd visszahív. De ő a fülebotját se mozdítja. Most vadonatúj híre van a számára. Mondja meg neki, hogy Dillman nyomozó jelenleg itt tartózkodik a városban. Igen, igen. És mondja meg azt is, hogy hívjon fel engem a kapitánságon, itt helyben, San Antonióban. Köszönöm. Hálás vagyok a segítségéért. Hát, ha valaki a saját idejét áldozza fel, és a saját költségén utazik ide, az csak méltányolnom kell. Jó napot. Személyi nyilvántartás. Elképpen néhány adatot. Köszönöm. Keshez William Sader, Patricia Jaworski, családi állapot özvegy. A címe Ormore, Oklahoma. De az üzenet rögzítője itt van San Antonióban. Sam Corey. Aki megeskedte őket? Elviszem magát hozzá. Ez a masszázsszalon Sam Corey lelkész tulajdona, és még 8-10 hasonló, mint tere prostituáltak. És ez az ember pap, ha? Valamilyen önkényes alapon. Dillman, nézze, ott megy. Sam Corey tiszteletes úr. Aznap, amikor Trish meghalt, Sadarrel ott volt Phoenixben egy dagadt testes ember. Hiszem, hogy láttam ma a nagy bűnügyi nyomozónkat, aki annyit zaklatott téged. Itt van. Üzenetet hagyott. Ide jött San Antonióban. Igen, az egyik mulaton körül szimatol. Baromság! A mi nyomunkban van! Én adtalak össze Trish-sel. Ott voltam a temetésén. Ez mindössze rutinvizsgálat. Semmi okod nincs arra, hogy begyulladj tőle. Vagy bárkitől is. Kivéve önmagadat, érted? És persze, engem.
dekkolj! És tagadj! Jó napot! Én megmondtam. Tudom. Ide figyelj, nehogy megpróbálj most lelépni. A legjobb lenne, ha visszavinném a fiúkat az árvaházba, beülnék a kocsiba és hazamennék. Nem, nem hagyhatsz most cserben. Tudom, hülyeség volt Corival kezdenem, de soha többé nem teszem. Ígérem. Ha ennek vége. Most hívtak rádiótelefonon. Szédőrt letartóztatták. Elkapták? Hol? Milyen váddal? Itt, helyben, San Antonióban. Hamis csekkel fizetett. Hamis csekket ad ki a kezéből, amikor 300 ezer dollárja van kilátásban. Le lehet égre. Őrizetben van. Siessünk, hát ha kiderül valami. Hogy tudja valaki ilyen gyorsan letenni az óvadékat? Hát igen, ha valakinek Sam Corey a barátja. Jó. Szédőr tehát megugrott egy időre. Hívassa be Corey-t. Bocsánat, lenne szíves behívni. Köszönöm. Miben állhatok szolgálatára? Először is, mióta ismeri dr. Szédőrt? Körülbelül másfél éve lehet. A kocsija összekoccant az én kocsimmal. És amilyen furcsa az élet, barátok lettünk. Alkalmaztam őt bizonyos munkákra. Milyen munkákra? Szédő gyakorló pszichológus. Lélektani teszteket készített a munkára jelentkezőkkel. Lélektani teszteket a masszörnőkkel? Ahogy mondja. Rendben van. Ismerte Szédő feleségét, Patricia-t? Decemberben láttam először, pár nappal az esküvőjük előtt. Ugye öneskedte össze őket? Örömömre szolgált. A lány sugárzóan boldog volt. Alig várta, hogy megesküdjenek. Mikor látta utoljára életben Mrs. Szédőrt? Együtt vacsoráztam velük 2 vagy 3 nappal azelőtt, hogy nászútra mentek. Mindössze egy alkalommal találkozott velük az esküvőjük után? Pontosan. Mikor értesült arról, hogy Mrs. Szédőrt baleset érte? Január 16-án délelőtt. Trish halála után. Dr. Szédőr hívta fel? Arra kért találkozzunk. A San Antonio-i reptéren. Együtt voltam vele, amíg vissza nem repült Trentóba Patricia temetésére. Találkozott mostanában Szédőrrel? Én váltottam ki a fogdából néhány óráig. Persze. Akkor meg tudja adni a jelenlegi címét. Azt nem tudom, milyen utcában lakik, de itt San Antonióban. Lelkész úr, mikor járt utoljára Phoenixben? Néhány hónapja. Üzletileg. Gondolom, nincs kifogása az ellen, hogy aláírásával hitelesítse a vallomását. Nincs. Hogyha szükséges,
mindig boldog vagyok, ha segíthetek. Ez minden, uram. Igen, ennyi elég. Köszönöm. Mikor járt utoljára Phoenixben? Néhány hónapja már. Üzletileg. Mrs. Stockwell, Taliver őrmester vagyok. San Antoniói rendőrség. Itthon van a férje? Nem, a férjem nincs itthon. Meg tudnám mondani, hol találjuk? Nincs a városban. Akkor lenne szíves megadni a telefonszámot, amin elérhető? Nem, azt nem tudom, de... miről lenne szó? Nézzem. Asszonyom. Szeretnénk, hogyha segítségünkre lenne. Miért olyan fontos, hogy beszéljenek a férjemmel? Szeretnék feltenni néhány kérdést bizonyos dr. Cassius Sadorral kapcsolatban. Ismeri dr. Sadort? Persze, Sador a férjem egyik üzlettársa. Ez itt dr. Sador? Igen. Ismerte dr. Sador feleségét is, Patricia-t? Nem. Értesült arról, hogy baleset érte, elütötte egy autó? Nem tudtam. És igazán nem értem, miközöm nekem vagy Charlesnak ehhez. Jó. Dr. Sador a férje egyik hitelkártyáját használta fel, amíg Phoenixben volt, és... szeretném tudni, hogy a férje hozzájárult-e. Biztos, hogy hozzájárult. Mrs. Stockwell, tudna nekem mutatni egy fényképet a férjéről? Nem. Nem, uram, nem mutatom meg sem Charles fényképét, sem bárkiét. És nem válaszolok többé a kérdéseire. Biztos vagyok benne, hogy nincs joguk behatolni ide. Úgyhogy lesznek szívesek távozni. Kérem, asszonyom, a férje... megmondom neki, hogy hívja fel magát, ahogy hazajön. Remek. Egy pillanat. Mi az? Gyerünk. Bocsánat. Elnézést a zavarásért, asszonyom, én csak azt szeretném kérdezni, hogy felismeri-e ezt a szemét? Ó, persze. Ez dr. Stockwell. Mellettünk laknak. Biztos benne? Kedves család. Köszönöm szépen. Ez borzalmas fénykép Charlesról. Köszönöm. Igen, ez volt a másik. Nem lesz könnyű sarokba szorítani. Én azt hittem, hogy ő dr. Sador ügyvédje. Pontosan a szájába rágta Sadornek, hogy mit mondjon. Kérdezd meg, mi a helyzet cservenhagyásos gázolás esetén. A biztosítás gázolásra is vonatkozik? Hogyne, az a legtisztább eset. Hm, én még biztosítás kibukókat tartom. Ah, igen, sajnos, ez így van. Igen, igen. Mondd el, hogy járt a barátod a Afrikában. Egy ismerősöm részt vett a feleségével egy szafarin. Az asszonyt elütötte egy gépkocsi és meghalt.
De mivel a baleset nem közforgalmi úton történt, a biztosító nem fizetett. Nálunk nincs semmiféle kibúvó ilyen esetekben, elolvashatják. Oh. Mit szólnál egy 300 000-eshez? Mivel foglalkozik az a nagy ember, ha szabad kérdeznem? Mozgásterápiával és egyházi munkával. Én nem tudok semmit. Nem is láttam őket. Oliver, Cassius William Sader feleségül vette Karen Jane Kelemet évekkel ezelőtt. Válásról nincs semmi bejegyzés, tehát Stockwell azonos Saderrel, és Sader bigámista. Én, Oliver, a hatosan keresek. Igen, Oliver. Ott van Dillman nyomozó? Már is adom. Itt Dillman. Úgy tudom, azért jött San Antonióba, hogy beszéljen vele. Dr. Sader vagyok. Valóban ezért jöttem, uram. Elkapták már a gázolót? Nem, még nem. Tudja, az a helyzet, hogy kissé hirtelen távozott Phoenixből, és megértem ugyan a lelki állapotát, de maradt jó néhány tisztázatlan kérdés. Amit fel kell tennem ennek. Találkozhatunk. Rendben van, a legjobb lesz itt a kapitányságon. Nem, a munkahelyemen vagyok ma este. Ott felkereshet. A cím 42180. Blanco ott. Legyen ott este 8:30-kor. 42180, Blanco. Ott leszek. Mi az? Jó mulatás, John. Ez a tiszteletes úr egyik masszázsszalonjának a címe. Jöjjön csak, aranyom. Nézd, mit találtam én, John. Igen, látom. Uramisten! Hogy kell majd melózniuk a lányoknak, hogy ellazítsák ezeket a csodás izmokat? Mr. Dillman? Kérem, foglalja helyet. Köszönöm. Először is egy tájékozódó kérdés. Van egy javaslatom. Nekem ez így túl hivatalos. Mi lenne, ha levetkőznénk, beülnénk a szaunába, lazítanánk, a lányok megmasszíroznának díjmentesen, és közben elbeszélgetnénk? Nem. Köszönöm, én inkább itt maradnék. Jegyzetelnem kell. Jegyzetel? Magnóra is veszi? Nem, leírom, nem veszek fel semmit. Ha nem akarja Magnóra venni, nem értem, miért nem jön. Nézze, sokkal kötetlenebből tudnánk beszélni, ha tudnám, hogy nem veszi fel, és... Dr. Sader, ragaszkodhattam volna ahhoz, hogy maga jöjjön be a San Antoniói rendőrkapitányságra, de nem tettem. Belementem abba, hogy itt találkozzunk. Ezen a helyen. Úgyhogy vagy válaszol a kérdéseimre itt és most, vagy pedig a vádeskütszék előtt Phoenixben. Ez teljesen magától függ. Meggyőző az érvelése. Adok rá 5 percet. Köszönöm. Amennyiben jól tudom, maga pszichológus. Hol nyert képesítést? A São Sebastião Egyetemen, Rio de Janeiroban. A Müncheni Egyetemen, az NSK-ban is, a doktorálhatásom a Mexikói Egyetemen történt, Mexico Cityben. Tanulmányoztam a balesetről szóló jelentését, és őszintén szólva néhány pontját elég zavarosnak találtam. Például azt mondta, hogy a kocsija leroppant Phoenixben. A kuplung szerelőhöz vittem. Mikor hoztál a műhelyből? Aznap délután, mielőtt Patrisával elhoztuk a kocsit, megálltunk egy pizzára. Patrisa egy kicsit autózni akart, úgyhogy este felé el is mentünk. Volt a közelben egy tó egy vadkacsa családdal, Patrisa rajongott értük, és meg akart etetni őket. Nagyon jó hangulatban volt, látszott rajta, milyen boldog. Azt mondta, fussunk versenyt a kocsiig, és mielőtt észbe kaphattam volna, már szaladt is az úttesten, a kocsi meg felbukkant, ő próbált kitérni, de... Maga milyen típusú kocsival ment oda? Patrisa új Monte Carlójával. Hát, ja, ez az, ami zavar engem. Maga azt mondta a rendőrnek a baleset színhelyén, hogy egy kát lesz a kocsija. Hogy nem, nem! Az egyetlen kocsi ott a baleset színhelyén. Patrisa új Monte Carlója volt. Nem tudom, kik a maga munkatársai, de ez óriási baklövés. Nem tudok megkülönböztetni két kocsit egymástól? Úgy tudom, az előző felesége is közúti baleset áldozata lett.
Ki mondta ezt? Trish nagynénje. Értem, minden fúj a szél. De ha az bírizgálja, hogy már azelőtt is megtörtént, ugyanez miért nem mondta el mindjárt? Nem tudom, hogy mondjam el, Dillman úr, de tényleg szégyellem magam. De hazudtam ezt. Kitalálta az egészet? Amíg az emberek meg nem ismernek, kissé tartózkodóak. Azt akartam, hogy Patricia szeressen, és hogy elnyerjem a rokon szemvét, ezt a mesét adtam be neki. Tudom, hogy ez hülyé hangzik, de hazudtam. Nem volt semmilyen másik baleset. Mind a két ex-feleségem életben van és virul. Rendben van. A hotelszámlát Phoenixben hitelkártyával egyenlítette ki, amelynek tulajdonosa a dr. Charles Stockwell. Ő ki? Dr. Stockwell. Az én egyik üzlettársam. Nézze, kicsi, hosszúra nyúlt ez a beszélgetés, és át kell léptem a sebességhatárt, hogy elérjem a gépen. Remélem, a kollégáinak nem beszél rólam. Hívja fel a két ex-feleségemet, és ellenőrizze, hogy nem volt más közúti baleset. És felejtsük el az egészet. Azt hiszem, még találkozunk. Eressze ki a gőzt, lazítson. Rövid az élet. Hello? Mrs. Dillman. Igen. Magának van két gyereke. Ki beszél? Úgy tudom, a gyerekei betegek voltak. De még sokkal betegebbek lesznek. Ki beszél? Meg akarja ölni a srácokat? Ezt nem mondta. Mondd el, mit mondott. Mondd el pontosan. Azt mondta, úgy tudom, a gyerekei betegek voltak. De még sokkal betegebbek is lesznek. Majdnem biztosan tudom, hogy ki hívott fel. Ugyanazok az ember nálam is járt. Ide figyelj, megmondom, mit kell tennetek. Ahogy én leteszem a kagylót, hív fel az apádat. Menjen értetek, és vigyen magával a srácokkal együtt. Azt akarom, hogy nála legyetek, amíg haza nem érek. Ne sírj, drágám. Úgy szeretnék most ott lenni veletek. Hogy én vigyázzassak rád meg a kicsikre. Mindig csak bajt hozok rátok. Rajta, June, hallgatunk. Köszönöm, Follett. Tehát szétdulták a szobámat, és megfenyegették Diane-ét meg a srácokat. Biztos vagyok abban, hogy Corey használta ki az időt, amíg Sadorrel találkoztam, és nem voltam a motelban, hogy visszaszerezze tőlem a vallomását. Megtalálta? Nem, a kapitányságon van egy szépen. Sador ellen letartóztatási parancsot kérek Bigamia bátyjával. És azt akarom, hogy lefoglalják a Monte Carlót. Azzal gázoltak. Jól van, Dillman. Te teljesen a saját szakállatra utaztál el Texasba. A vizsgálatra, amit folytattál, nem hatalmaztunk fel hivatalosan. Mi a nyavajának vesztegetem itt az időmet, Kearns? Még mindig nem érted, mire bukkantam? Hallgass meg! Figyelj, most felhatalmazunk hivatalosan. Igen. A költségeidet visszamenőleg is megtérítjük. És a családodnak állandó védőőrizetet biztosítunk, amíg távol vagy. Köszönöm. Most már nem a saját idődet és pénzedet áldozod fel. Ne fecséreld egyiket se. Come on.
Na, mindjárt meglátjuk. Itt, nézze csak, mi ez itt? Karcolás. Hát, túl friss. A tegnapi hajszából ered. Jól van, fiúk. Számítok magukra. Hozzálátok. Találtak valamit? Nem. Még nem. Szédőr kiröppent. Kóri, mi? Hát, a pénz beszél. Dilme! Micsoda ez? Szövetszál. Kabátból vagy ruhából. Friss ruhája megvan Főnixben a bizonyítékok osztályán. Ha sikerülne kimutatniuk... Nem megy haza mégsem üres kézzel, John. Egy szövetszálon múlik. Franklin R. Sweeney, kerületi ügyész. Két hónap, és nem történt semmi. Mert nincs elég bizonyíték a kezünkben a vádemléshez. Bizonyíték? Egy egész regiment bizonyítékunk van. Nincs tárgyi bizonyíték, és nincs szemtanunk sem. Szédel és Kóri felültették azt a lányt, hogy megölhessék. És fel tudják venni a 300 ezer dolláros életbiztosítást. Szédel szélhámos, két merőben különböző életet él. Az egyik életében dr. Charles Stockwell, a példás férj, aki két kisfiút akar éppen adoptálni. A másikban dr. Szédel, a pszichológus és playboy, csak éppen nem doktor. Soha életében nem jár egyetlen egyetemre sem. Autószerelés a szakmája. Aztán itt az a csodálatos Sam Corey úr. Egy önmaga által felszentelt pap, aki Texas masszázs szalon fejedelme. Nem ítélhetem el Szédőr gyilkosságé, csak mert szélhámos és bigamista. Corey-t sem ítélhetem el érte, csak mert aljas, hipokrita és borléjogat tart. Hol van a gyilkos fegyver? A szövetszál, amit Szédőr kocsiján találtak, nem Patricia ruhájából való. Én mondom neked, John, tárgyi bizonyíték vagy szemtanú nélkül hiába erőlteted a dolgot. Az én véleményem is az, hogy megölték a lányt. De nem hinném, hogy rájuk tudnánk bizonyítani. Az az érzésem, hogy ebbe bele kell törődnöd. Lezártod a Szédőr dossziét? Miért? Talán mást is tehetnék? Hát ez szomorú. A válasz valószínűleg benne rejlik, csak mi nem találjuk. Én a helyszínelést irányítottam, különben el sem mozdultam a sérült mellől. Russell őrmester kérdezte ki a férjet. Dr. Szédőr egy Cutlass gépkocsira mondta, hogy az övé. Rendszám nincs. Később is beszélt Szédőrrel a kocsiról?
A helyzet az, hogy az asszony másnap délelőtt meghalt. Délután elmentünk a szállodába, hogy néhány kérdést tegyünk fel Sadornek, de már visszautazott Texasba. Azt mondta a rendőrségnek, meg nekem is, amikor visszajött ide a temetésre, hogy Trish új kocsijával mentek arra a helyre, nem pedig gyalog. A kék Monte Carlo nemrég vette. Azt állította, hogy versenyt futottak a kocsihoz, amikor Trisht elütötték. Milyen típusú kocsival ment oda? Patricia új Monte Carlójával. Látja, ez az, ami zavar engem. Maga azt mondta a rendőrnek a baleset színhelyén, hogy a kocsija egy Cutlass. Ah, nem. Az egyetlen kocsi. Ott a baleset színhelyén Patricia új Monte Carlója volt. Nem tudom, kik a maga munkatársai, de ez óriási baklövés. A barátja az a Behe volt. Itt lakott a szállóban? Nem. Látta még Sadorral? Aznap délután. Segített berakni a doktor úr podgyászát a kocsiba. Sador kocsijába? Nem. Megkérdezte, itt hagyhatja az autóját a mi parkolónkban, és majd később érte jön. Amin elmentek, fehér tetős gesztenye színű kocsi volt. Fehér tetejű gesztenye szín kocsi. Tehát nem kék. Corey fehér tetejű gesztenye szín kocsit vezetett. El kellett hívnom minden gépkocsi kölcsönzőt a városban. Ez volt a gyilkosság eszköze. Uramisten, ezt az idő pocsékolást. Találtál valamit? Mit találtam volna? Bár csak tudnám, mi az ördöget keresünk. Mit tudom én? Menjetek haza. Na, vége, házasság. Hogy mondhat ilyet? Nem küldheti őket haza. Nézze, ez egy bérautó. Járt közben Utahban, Kaliforniában, Kanadában is vissza. Mindenféle időjárási viszonyok között. Képtelenség itt még találni valamit. És már ki is fáj. Értse meg, ez az utolsó esélyem. Sador vette bérbe a kocsit, biztos, hogy ezzel gázolt. Vagy semmi is bizonyíték, akkor nincs. Sajnálom. Egy pillanat, én döntöm el, hogy ez a csillapot. Ne pörögj be, üregem. Nem tudom, hogyan csinálják, de ha másképp nem megy, szedjék darabokra az egészet. Azt akarja, hogy egész éjjel melózunk. Jó, akkor melózunk. Rajta, fiúk, hajtsatok rá! Hagyjon! Gyere, gyere, hagyd őket! Na. Nyugodj meg! Minden egyes darabot vizsgáljatok át. Főként a futóművet. Bízunk a csodában.
John! Mi az? Nézze csak. Itt fent. Oké. Fényképezze le. Ez az. Még egyet? Úgy. Lehúzom. Óvatosan. Az FBI laborjába küldtem. Az áldozat hajszála is kell menni nekik. Ahhoz exhumáltatni kellene a holttestet. Nem lesz könnyű engedélyt kapni rá. Én megszerzem. Meg lesz. Ahelyett, hogy sokat magyaráznék, inkább megmutatom. Ez az a két hajszál, amit a futóműről szedtek le. A különböző helyekről beküldött hajszálak vizsgálatánál 15 szempontot veszünk figyelembe. És ez az a két hajszál, amit rendelkezésünkre bocsátottak Patricia Jaworskitól. Amint láthatja a nyomozó úr, a hajszálak megegyeznek minden szempontból. Mind a 15 jellemzőjükben. Teljesen azonosak. Ó, bocsánat. Elnézést, uram, most nem mehet be. Frank, beszélnünk kell. Nem alkuszom. Semmiképp. Egyébként is nem értem, miért kérsz erre, hisz nem tőlem függ a csűrés avarás a te szakterületed. Egyezz vele. Egyezzek vele? A Szédőrrel való alkudozástól hánynom kell. Ha vallomást tesz Corey ellen, megúszva emberölés miatti váddal is mit kap érte? 21 évet. Nem így van? Nézd, Corey éppen olyan bűnös, mint Szédőr, igaz? Igen. Corey ellen vádat emelhettek, mint másodrendű vádott ellen, de egyáltalán nem biztos, hogy el tudjuk ítéltetni. A hajszál, amit találta, bizonyítja, hogy a kocsi volt a gyilkosság eszköze, de azt nem, hogy Corey ült a kormánynál. A Szédőr elleni vád megalapozottabb. Szédőr vette bérbe a kocsit, ő a kedvezményezettje a biztosításnak. Egyelőre ő áll a büntet középpontjában, Corey csak utána jön. És szerintem Corey a főbűnös, de nincs olyan esküdszék, amely ezt kimondaná. Undorító, amit ti jogászok csináltok! Üzletet kötni azzal a nyálas rohadékkal! Az igazság rovására, amiért én vért izzadtam. Ha vége lesz az egésznek, mit fogunk csinálni? Meghívjuk egy itarra, kezet fogunk vele. Jó ég, utálom! Miért csináltam én mindezt? A következőről van szó. Börtönbe juttatjuk Szédőrt, de elszalasztjuk Corey-t. Vagy mindkettőt elkapjuk. És ez másképpen nem megy. Sajnos ez a helyzet. Eldöntheted, mit akarsz. Gondolkozom rajta. Köszönöm. Szédőr, vagy Szédőr és Corey? Csinálj, amit akarsz!
Ez a legjobb. Kezdheted, John. Ugyanis... Akkor... Kezd is kezdhetjük. Következik tehát Cassius William Sader vallomása. Azzal a kikötéssel, hogy amennyiben nem bizonyul igaznak, a gyilkosság miatti vád ismét életbe lép ellene. Megértette? Igen, megértette. Jó. Mikor alkalmazta önt először Samuel Corey lelkész? Samuel Corey $500 fizetett azért, hogy szaladjak bele hátulról a kocsiába. Neki és a kocsiában megsérült három nőnek a biztosító fizetette. És aztán több hasonló autóbaleset után, hát ilyen Mr. Corey nagyobb szabású ötlettel jött. Ezek a gépkocsi biztosítások. Fabatkát sem érnek. A nagy dohány az életbiztosítás. Na persze. Én meghalok, neked fizetnek. Nem, a feleséged hal meg, kettőnknek fizetnek. Azt nem. Nem kerére gondolok. Te, mint Sader is operálhatsz. Elveszel egy lányt itt San Antonióban. Nagy összegre bebiztosítjuk, aztán baleset éri. És hogy találtak Trishre? Hát tulajdonképpen elég könnyen. Corinak egész masszás szalon láncolata van. A kérdés az volt, találunk-e megfelelő lányt. Patricia az volt, fiatal, egyedülálló. Nem voltak rokonai sem a közelben. Azt képzelted, átverhetsz meg, kis nő! Amelyiket már csak! Mi történik itt? Nézze, mit csinált! Megmondtam, hogy... Nézd az Istenit! Jöjjön, kedvesem, majd mi elintézzük ezt. És megoldjuk a másik problémáját is. Mi a lány neve? Patricia Jaborski, Jeninski vagy valami hasonló. De Trishnek nevezik. Szakított a barátjával. Teljesen egyedül él. A családja messze van innen. Nincs pénze, beleillik a tervbe. Akkor hajrá! Nem akarom zavarni, de mindent hallottam. Én elvittem többször is szórakozni, hívogattam. És Mr. Corey azt tanácsolta, legyek rámenősebb. Na jó, tényleg, bevetettem mindent. Ezt a Mr. Corey január 2-án összeadott minket San Antonióban. Kerin, a felesége tudott arról, hogy mi történik? Nem, ő nem tudta. Azt hiszem, gyanakodott, de nem tudott semmit, tényleg. Mi késztette arra Patricia-t, hogy elmenjen magával életbiztosítást kötni mindjárt az esküvő után? A legfőbb gondja a család biztonsága volt. Tudja, a házasság az ő számára elsősorban a jövendő családot jelentette. És úgy gondolta, hogy a biztosítás tényleg biztonságot jelent. A gyerekeink iskoláztatására gondolt, meg ilyesmikre. És hogy fizette a díjakat? Az nem volt rázós. Karim? Az lesz az első dolgod ma reggel, hogy befizeted erre a csekre a biztosítási díjat. Különben gáz lesz. Megvannak a kötvények? Még ma délelőtt elmegyek értük. Vidd el Phoenixbe. Nem kellett volna Kerint belevonnod. A lényegről nem tud. Megmondaná, miért Phoenixre esett a választásuk? Igen. Útbe esett a Grand Canyon felé. Azt mondtam, oda megyünk Nászútra. Mi szükség volt azt mondani a Trishnek, hogy az új Monte Carlót szerelőhöz kell vinnie? Ez volt az ürügy arra, hogy Corey-val találkozhassak, és kocsit bérelhessünk. Előre megbeszélték Corey-val, hogy hol és hogyan kerül a lány az autó elé? Nekem kellett oda vinnem. Megállapodtak valami jelben? Igen, háromszor villantottam a zseblámpával. És aztán a megbeszélt jelzés után maga az autó elé lökte Patricia-t. Igen, uram. Határozottan állítja, hogy felismerte Samuel Corey-t a gázoló járműkormánya mögött? Igen, uram. Határozottan. Tehát és a feje a lökhárító alá vagy fölé került, amikor elütötték? Nem tudom. Nem emlékszem pontosan. De Mr. Corey azt mondta, szép volt Trishtől, hogy nem tett kárt a kocsiban. Megúsztuk javítás nélkül. Frank? Elnézést, uraim.
John, néha alkut kell kötni egy bűnössel is, hogy nyakon csípjük az ördögöt. Arizona állambírósága megkezdi a tárgyalást Samuel Corey vádlott ügyében. Howard Becker bíró úr elnökletével. Készen állnak, uraim? A vételem készen áll, elnök úr. Mr. Sweeney? Az előzetes vizsgálatok alapján kérem a bíróságot a tárgyalás elnapolására. Ellenzem. Elnök úr, visszavonom a Corey lelkész elleni vádindítványt. Mi? A vádlottat elbocsátjuk az őrizetből. Szabad vagy, öregem. Gyerünk innen gyorsan. Miért szabadják a tárgyalást? A vádat elejtették. Mr. Corey szabad. Kérem egy pillanat. Mr. Corey, őrizetbe veszem. Mi a fenét akar? Őrizetbe veszem a védencét, és vádat emelek ellene gyilkosság miatt. Az ügyész elejtette a másodrendi vádat, úgyhogy most kérheti a vádeskünszéket, hogy tekintse elsőrendi vádlottnak Mr. Corey. Beszélhetnék magával, Mr. Dean. Most nincs idő. Mr. Corey, kihozom. Mr. Corey, felkeresett ön egy masszázszalont Phoenixben január 15-én este? Igen, uram. Olyan kezelést vette igénybe a szalomban, amelyre ön azt szokta mondani, teljes. Igen. Mit csinált a kezelés után? Után? Az egész estét, sőt az éjszakát is egy fiatal nővel töltöttem. Emlékszik, hogy arra a fiatal nőre azt mondta, szajha? Igazán sajnálom, ha ezt a kifejezést használtam. De azért elvitte magával a hotelbe azt a nőt? Igen, uram. És az egész éjszakát együtt töltötte vele? Igen. A nő megjelent valahol, hogy igazolja önt, Corey úr? Nem, uram. Képtelenek voltunk megtalálni. Elhagyta ön január 16-án a szállodát éjfél után 2 óra körül, és igaz-e, hogy 2:30-kor tért vissza a szobájába? Nem, uram, ez nem igaz. Tehát az egész éjszakát azzal az ismeretlen fiatal nővel töltötte a hotel szobában. Ezt állítja? Igen, uram. És nem ön zúzta szét egy fiatalasszony koponyáját a kocsijával akkor éjjel? Mr. Corey, megölte ön Patricia Sadert? Nem, uram, nem öltem meg. Mr. Corey, közreműködött-e bármi módon a gyilkosságban? Nem, uram, nem tettem. Megegyezett-e Mr. Sadert-tel abban, hogy segít megölni az asszonyt? Soha. Mr. Sadert, beteges hazudozónak tekinti a magát? Nem, uram, nem tekintem. Tagadja-e, hogy azt állította dr. Francisco Rodrigueznek San Antonióban, hogy beteges hazudozó, aki soha nem mondott igazat? Mr. Corey oktatott ki, hogy mit mondjak. Tehát Mr. Corey tanácsára mondta ezt a doktornak? Igen, így volt. Azt mondta annak érdekében, hogy megusszam a gyilkosságot, játszam a betegesen hazug elmebeteget, és a pszichológiai tesztek által bizonyítsam be, hogy pszichiátriai eset vagyok. De a bíróságnak ennek ellenére el kéne hinnie, hogy ez az a kivételes alkalom, amikor igazat mond. Tiltakozom, elnök úr. Miért tanúskodik, mint a vád tanúja? Megállapodtunk. Tanúvallomást tesz, hogy mentse a bőrét, igaz? Azért, hogy új életet kezdhessek. Mrs. Sadert. Volt önnek valamilyen szerepe a lány meggyilkolásában? Mrs. Sadert, nem kell válaszolnia erre a kérdésre. Jogában áll megtagadni a tanúvallomást, amennyiben az terhelő az ön számára. Tudom. Válaszolok. Volt valami szerepe a lány meggyilkolásában? Amikor Phoenixbe utaztak, én otthon maradtam, mint összekötő. Felhívta önt onnan Sam Corey? 2-szer. Amikor megérkeztek, és
akkor reggel, január 16-án, rövid idővel a baleset után. Minden véget ért, Kerin. Ne izgulj tovább. Hogy érted ezt? Tudod te, hogy értem. Minden rendben van. Nagyszerűen sikerült az egész. Mrs. Sable, igaz-e az, hogy a férje fő jövedelmi forrása hosszabb időn át a biztosítótársaságok rászedéséből eredt? Igen, azt hiszem igaz. Igaz. Ön soha nem vett részt ezekben a csalásokban? Nem, uram, nem vettem részt. De nem jelentette egyiket sem a rendőrségnek? Nem. Hazugságban élni tehát megfelelő életforma az önök számára, igaz? Tiltakozom, elnök úr. Ez minden. Egy pillanat, Mrs. Sader. Mrs. Sader. A bíróságnak nincs választása. Ön eskü alatt vallotta, hogy tudott egy büntet elkövetéséről, bűnrészese és felbújtója volt. Bűntárs egy gyilkosságban. Őrmester, vegye őrizetbe és helyezze el a központi fogdában. Az óvadékról később intézkedem. Dillman nyomozó úr. Mielőtt jegyzőkönyvbe vette Mr. Corey vallomását San Antonióban, megkérdezte tőle, hogy van-e ügyvédje? Nem kérdeztem, ügyvéd úr. Akkoriban Mr. Corey ellen még nem indult vizsgálat. Felolvasta a jogait? Nem olvastam fel. Csak hogy Dillman nyomozó úr, ön már akkoriban büntetre gyanakodott. Helyesen mondom? Valóban gyanakodtam. Gyanította, hogy valaki ott volt Sadorrel Phoenixben. Igaz vagy nem? Igen, meg lehet. És megpróbálta kideríteni, hogy vajon Sam Corey-e az a személy, aki együtt volt Phoenixben Sadorrel. Igaz vagy nem? Ez volt az egyik kérdés, amit feltettem neki. De az időtájt, amikor feltette neki a kérdést, ön már tisztában volt azzal, hogy olyan valaki mutatkozott Phoenixben Sadorrel, akire ráillik Mr. Corey szokatlan személy leírása. Igaz vagy nem? Ráillett a leírás, igen. Ön nem nevezné szokatlan személy leírásnak? Személy leírás is kész. Valóban, Dillman úr? Van még itt valaki a teremben, akire megközelítőleg ráillene Sam Corey személy leírása? Nincs. Nincs. Akkor mégis szokatlan egy kicsit, igaz? Igen. Tisztelt esküdtszé! Azt hiszem, Dillman nyomozó úr tanúvallomása alapján kétségtelen és egyértelműen állíthatom, hogy Sam Corey gyanúsított volt. De nem figyelmeztették a jogaira, sem arra, hogy ügyvédet hívhat. Volt neki ügyvédje, de az ügyvéd nem volt ott. Nem tájékoztatták a jogairól. A vallomása tehát nem tekinthető érvényesnek. Sadert próbáltam megtalálni, nem Sam Corey után nyomoztam. Ő nem volt gyanúsított, és nem mondta nekem, hogy van ügyvédje! Nyomozó úr! Rendre utasítom! Elvehet! Corey úr, kényszerítés nélkül önként tett vallomást. A bíróság 10 percre visszavonul. Meg akarom nézni a törvénycikkeit, amely a nyomozás és a vádemelési szakasz különbségére vonatkozik. Tehát 10 perc szünet. Ha a bíró érvényteleníti azt a vallomást, elveszítjük Robert. El fogjuk veszíteni, Doris. És ez az én hibám. Sajnálom. Tehát Sader megesküdött arra, hogy Corey ölte meg Trisht. Sader megrőzött hazudozó. Miért hinne neki a bíróság? Minden parányi részletet sikerült összeilleszteni, és én eltoltam. Eltoltam, és az a rohadék szabad emberként fog kisétálni innen. Csak mivel én nem olvastam fel a jogait. Sam Corey vallomását érvényesnek nyilvánít. Hivatkozva az USA kontra Carollo ügyre és a szövetségi szemle 50. oldalán felsorol többi esetre. Mindenki álljon fel! Üljenek le! A vádlott álljon fel!
Az esküdtszék Samuel Corey vádlottat bűnösnek ítéli. Őrség, az elítéltet vegyék őrizetbe. A tárgyalásnak vége. Samuel Corey most tölti életfogytiglani börtönbüntetését. Cassius William Sadert 21 évre ítélték emberölésért. Megállapították, hogy Karin Sader nem jelent veszélyt a társadalom számára, így nem emeltek vádat ellene. A két kisfiú ügyében, akiket Sadert adoptálni akartak, megszüntették az örökbefogadási eljárást. Kiderült, hogy William Sadert nagy összegű élet- és balesetbiztosítást kötött a két kisfiú nevére. A munkám semmivel sem tűnik felemelőbbnek. Amikor reménytelennek érzem, Trischahorszkira gondolok.